Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a 7 Days to Die Horda szériának a 6. epizódja is, 3:30 van, srácok, lányok. A második hullámot egy kicsikét jobban megszenvedtem, úgymond, és megjelentek az első kutyák. Megjelent az a pillanat, eljött az a pillanat, amikor már nem tudom tovább húzni így a küzdőtérnek a megépítését, úgyhogy a mai nap folyamán mindenféleképpen szeretném lerakni az alapokat, és most már ebből a picike kis lyukba kicsit kijebb lépni, és a komfortzónámon kicsikét előre haladni a komfortzónámból, és ahhoz nekem nagyon-nagyon fontos lesz sokkal több fémmel rendelkeznem, tehát ez az egyik alapvető alappillére a küzdőtérnek, amit szeretnék megalapozni. 26 darab már itt van, és azt hiszem, hogy van valahol, még nincs. Nálam van 177 vas, az kevés. Az határozottan kevés, azt mondja, ez 92, nekem pedig kell, azt mondja, hogy 60-120. De minimum 60-ra van szükségem. De jó lenne, hogyha 120 lenne. 240 vasra van szükségem egy réteg felépítésére így a küzdőtérnél. El fogom mondani, hogy mi csoda. És a gyönyörű reggel zenéje. Bele is mászott a fülünkbe, srácok, lányok, és lássuk, hogy mi az, amit kaptunk. Az első lootbag, 404, oké. Okay. Egy kis víz. Második lootbag. Egy 4-es szintű buzogány. Ami jobb, mint ami nálunk van. Ezt köszönöm szépen, ezt fel is fogom használni. Itt van még egy zsák. Egy kis kaja, amit meg is eszek. Illetve egy kis lőszer, valamint víz. Vas. Most lássuk a kintieket, hogy hány darab van. 2 darabot látok. Cowboy csizma, oké, eladjuk. 50-et kapunk érte. 3 darab is volt irekint. 5-ös szintű. Ezt lehet, hogy meg fogom javítani, és el fogom adni, bár túl sok pénzt nem kapok érte. És egy kis kaja, meg vitamin. Csak azért, mert a vitamin az valami fantasztikus dolog. Többször kellett javítanom ezt a csapóajtót. Tessék? Hát amíg ide ér a fiatalember, úgy hallom, hogy van valaki, de lehet, hogy hölgy. Addig megjavítom itt a javítani valót. És szerencsére ez a cobblestone fal most így teljes mértékben... Oké, kirohanunk. Halló? Ho-ho! Igen, hallom, de nem látom. Lehet, hogy lent lenne a bányámba? Kétlem. Fogalmam sincs, hogy honnan jön ez a hang. Ami határozottan zavar. De lehet, hogy ezzel meg kell tanulnom együtt élni. Hello? Esetleg itt az alapnál valaki? Nem, nincsen beszorulva senki. Hát remélem, hogy elmúlik ez a hang. Egy másik érdekesség, Alpha 19.3-ba lépett be a játék, és néhány aprósággal kiegészítették, így a 7 Days to Die-t, és javítottak néhány dologgal. Valószínűleg ez az egyik, amit így kaptunk, ugyanis a én mentésem az korábbi, az 19.2-es. És ilyenkor előfordulhatnak ilyen paranormális dolgok. De, ami a lényeg, kereskedőt meg fogjuk látogatni, először is kicserélem ezt az eszközömet. Kiveszem belőle a modifikációt, és ide pedig bepakolom a modifikációmat. Oké, köszönöm szépen. És ezt a fantasztikus eszközt, amivel harcoltunk, lebontom a 3 egész darab fáért. Oké, lássuk, ez itt teljes mértékben rendben van. Lehet, hogy bőrre van szükségem a megjavításhoz? Igen, és 58-ot kapok. Oké, nem rossz ez. Most sem találtunk kalapácsot, hölgyeim és uraim, és így nem tudom elkészíteni a workbench-et, aminek a helye itt lesz egyelőre. Ugyanis a mai nap folyamán szeretném már itt kialakítani. Biztos, hogy nem a csirke adja ki ezt a hangot. Lehet, hogy beleszorultak a textúra, fogalmam sincs. Nem igazán tudom a történetét. És a lángoló ásóval körbeásom az alapot, majd pedig szépen lealapozom. Ezzel fognak a korai órák eltelni.
Na, srácok, lányok, így néz ki valójában az a küzdőtér, amit szeretnék kialakítani, és nagyon elegem van ebből a hangból, ami valahonnan jön, de lehet, hogy egy ilyen relóg segíteni a helyzetem, meglátjuk majd a következő visszalépésnél, vagy pedig itt egy suttogó zombi lesz valahol így a textúrába, aki nem tud ütögetni, ami eléggé szürreálisan hangzik. A küzdőtér, ahol harcolni fogok, az három kockából áll, 3x7 kockából, itt tudok majd jobbra-balra mozogni. Előttem ennél a pontnál majd rácsokat fogok felrakni, ha lehet akkor vasból. Középen pedig dupla lent és dupla fent hatcheket fogok alkalmazni. Ugyan ezzel a stratégiával, mint ami itt volt, egymás felé fordítva, és így dupla védelmi vonalat fogok képezni, csak ugye nem egymás mellett így felnyílva, így, hanem ugye így, így. Duplázom, ha az egyik széttörik, jobban tudok odafigyelni így a javításra, és akkor nem lesz probléma. Ez a terv, és ezt fogom majd megnyújtani egészen addig, ameddig csak lehet, hogy egy ilyen hosszú küzdőcsatornát készítsek. A küzdőcsatornában több minden lesz, oldalt akár ilyen tüskelővő gépeket szeretnék, akár sokkolhatom a zombikat, akár robotikát is belehozhatok, nagyon-nagyon sok mindennel kiegészíthetem. A lényeg az, hogy a mai nap folyamán szeretném befejezni, csak most elegem van ebből a hörgésből, úgyhogy elnézek a kereskedőhöz, összeszerem a cuccot, kipakolom, ami nem kell, és megnézzük, hogy milyen van. Reménykedtem, hogy találok egy ilyet, ugyanis itt van ez a Sugar Bats, ebből van 2 darab, 100 darab kaszinó tokent kell feláldozzak azért, hogy kapjak 10%-ot a kereskedésnek a végösszegéhez, még pluszba, tehát 10% bónusz kapok, hogyha ezt a cukrot beveszem a számba, és alapvetően itt van egy 905 kaszinó tokent élő. Ez már alapból egynek az árát visszahozza. Én megveszem mind a kettőt, és Jailbreaker-t pedig nem találok, sem pedig Skullcrusher-t, ami abszolút fontos lesz. De most köszönünk egyet itt Rektinnek, szevasz haver, és mutasd az inventory-t, hogy valami fölött elmentem el, ami fölött nem kellett volna. Bullet casting, illetve ammo, ez mindegyikre nagyon-nagyon nagy szükségem lesz majd, hogyha mobilis leszek. Most rohadtul nem vagyok mobilis, most egyszerűen csak gyalogolni tudok, ami eléggé kiakasztó tud lenni. Itt nincs. Titkosban pedig van egy Gravedigger mod, amit nem lenne rossz megvásárolni. Iron Shovel, azt mondja, mennyi a stamina igénye ennek. Stamina cost 20, ennek pedig a stamina cost 14. A block damage itt jelenleg mennyivel nagyobb? Gyengébb a block damage-e. Tehát nagyobb a block damage-em így ezzel a kőeszközzel, mint ezzel a vas eszközzel. Egyértelműen nem fogjuk megvenni. Hetedik napon frissül. Hetedik napon itt találhatunk olyan dolgot, ami abszolút fontos. Most egyszerűen csak el fogom adni ezeket a dolgokat, mert semmi sincs, amit úgy konkrétan szeretnék megvásárolni. És megy tovább a település felderítést, és szét fogok szedni néhány dolgot. Nem akarok konkrétan POI-t kitakarítani. Hadd nézzem meg az inventory-dat, és ezt ide lehúzzuk, és ezeket pedig szépen el fogjuk adni. 996, erről van szó. Ettől mind a háromtól megszabadulunk. A balta. Jó. Oké, 6432. Ebből azért már lehet olyan dolgot venni, ami nagyon-nagyon hasznos lesz. Remélem, hogy így is lesz. És még egyszer a biztonság kedvéért megnézem, de szerintem ez nem működik. Így van, ez nem működik. Ez sem működik. Egyedül a forge az, ami működik. 2 darab víz is van nálam, nem nagyon vágom, hogy miért. De nem is ez a lényeg, kijöttünk, és akkor megtervezzük a mai napunkat, hogy merre fogunk menni. Túl sok családi ház nem nagyon van. Viszont, hogyha gyalogolunk egy keveset, és akár a küldetést is megcsináljuk, itt talán találunk valamit. Úgyhogy annak a reményében 11 óra 28 van. Ide jövünk, nem nagyon hagyhatom el a helyet, és eléggé kevés fán van. Úgyhogy a küzdőtérnek a kialakítása nincs csak garantálva, hogy a mai nap folyamán megtörténik. Itt van egy konténer, amiben szokott lenni egy láda. És az a láda egyszer nekem adott egy augert. Még a korábbi verziójában a játéknak. Valamint, itt van vas. Az összes ilyen vas darabot szeretném magamhoz venni. Valamint itt van még néhány finomság. Ugye ezt így gyorsan kiszedjük. 3 ütés. A lángoló ásóval. Ezzel is időt spórolok meg.
akkor leszünk már nagyon-nagyon jó pozícióba, hogyha ezek a zsákok egyetlen együttések lesznek, az már úgy jóval kényelmesebb lesz. Ami előre láthatólag nem az elkövetkezendő 5 részben fog megtörténni. De szerintem azt is megéljük, hogy ügyesek vagyunk. A másik izgalmas dolog, hogy kutyákkal is találkoztunk már a mai résznek az elején. Így a duplázással kapcsolatban... Oh, és egy, csak egy hátizsák. Motortóparc. Working stiff. Oké. Okay. Lássuk, hogy mi van benne. Ha egy kalapács lesz, rendkívül boldog leszek. 12 vas, örülök ennek is. Mögötte pedig az van, ami van. Úgyhogy elfoglalom a pozícióm, ez nem éri meg az a POI, hogy kipucoljam. A Game Stage jelenlegi helyzetben 28-as. Elég szépen ugrik, és minél több zombi fog érkezni hozzám, annál magasabb lesz. Olyan, azt elfogadjuk. Annál magasabb lesz a Game Stage, és nincs nálunk kaja. Ami azt jelenti, hogy a staminánk az csökkent. Ami így konkrétan a küzdelemnél lesz majd egy kicsike kihívás. Ezt a POI-t azt hiszem, hogy végigvertem, de ebből van még egy. Abba az irányba. Igen, még egy utcával lemenjünk a katedrális irányába. Akár a személytelepet is végig lehet nézni. Nagy a település, de egészen kiábrándító. Hello, Nyuszi! Állj meg! Ez mindig olyan fájdalmas számomra. Megállt a nyulam. Szükségünk lesz egy kis húsra. Valamint csontra és bőrre, mindegy nagyon-nagyon hasznos. Hogyha nem találunk 18 óráig semmi olyan dolgot itt a környéken, amit tudnék használni, akkor fel fogom hagyni a keresést, és visszamegyek a bázisomhoz. És elkezdek visszafele számolni, ugyanis szerintem a mai nap az utolsó olyan nap, hogy megdupláztam a hordát. Tehát ezt követően, hogyha nem tudom kiépíteni a küzdőteret, már abszolút veszélyessé fog válni így a hordával küzdeni. Főleg úgy, hogy nem tudok küldetéseket csinálni jármű nélkül. Bocs, kicsit félreütöttem. Ez egy nagyon trükkös hely, ugyanis egy taposó akna próbálja az életedet megkeseríteni. De ez működik, és Skullcrusher helyes. És Jailbreaker még helyesebb. Tudom, hogy nem ezt mondtam. De bejövök a main lootért. Jó napot! Nehéz egyébként ignorálni ezeket a területeket, azon looter... Looter hangulatú játékosod, mint amilyen én is vagyok. Oké, ezt megisszuk. Hátra megyünk, felmegyünk a tetőre, gyorsan átmegyünk a másik zónába, és utána kibontjuk. Szimplán azért döntöttem így, mert egy jailbreakert találtam. Ha nem találtam volna egy jailbreakert, ezt kerestem. Köszönöm. A konyhában megnézzük még mi a helyzet. Felszedjük a székeket, mert a fa is kell. Jó napot. Oké. Okay. Juka, majd kidobjuk azt, ami nem kell. Kávé, egyébként csak kellene. Kaja. Mások valami odaéget. Cucc, vas. Az üveg az nem kell. Szekrény, vas. Vas. Utolsó lehetőségünk. A vas. Talán a szemetet, hogyha áttúrjuk. Egy kis brass. Jó, menjünk tovább. Könyvben reménykedtem ebbe a helyiségben, el nem találtam. Viszont találtunk még több brass-t. Nem látom, hogy ez alatt mi van, de... Hát, egy kis gyógyszer. Oké. Okay. Nem fogom teljesen kipucolni. Valószínűleg kapunk majd egy küldetést, hogy itt harcoljunk, és azt hiszem, hogy itt nincsenek madarak, de vannak zozók. Gyertek! Tisztelt hölgyem! Túloldalt még mindig vannak. Aha! Kettő is! Fekszenek a madarak. Ide gyorsan leugrunk. Szomszéd helyiségben lesznek egy páran. És kommentek között azt olvastam, hogy most már nem lehet pisztolyt találni így ebbe a verzióba, ami hát egy borzalmas dolog, végre kaja. Oké, okay, jó. Örülünk a borsónak, 10 kaját ad nekünk. És szétszedjük ezt. És itt pedig egy kis fájdalomcsillapító van, amit elrakunk. És ez egy jó technika itt az épületnél, hogyha nehezebb fokozaton játszatok, ahol
A játék korai szakaszában vagytok, innen simán ki lehet szedni legalább az egyik zombit. A másikkal meg kell küzdeni, de az én verziómban ez a striptease táncos hölgy nem jelent nagy veszélyt. Egy kis lőszer. Nincsen még nagyon, amivel előjön, főleg a 9mm-esre való tekintettel. Gyerünk, könyv! Jó, elfogadjuk. Mind nem bontottuk le. 15 másodperc. Wow. Oké, itt kimegyünk, és itt van a main loot. Itt van a main loot. Egy kis hulladékot innen összeszedhetünk. A nitrát miatt szintlán. Nitrát is eléggé fontos. Tudjuk majd bányászni, de amint elkészítjük azokat az épületeket, egyből tudunk lőszert készíteni belőle, abból a fajtából, ami éppenséggel kell. Oké, ott a main loot, az azt hiszem, hogy le van zárva. Nincs. Jó. Ó, végre, impact bracing mod, ezt vártam már. Szemét. Nincs helyem. Oké, itt pedig egy cooling mesh, ami egy kicsit szigetel. Köszönöm. Már is túl vagyok terhelve. És modify. Mind a kettőt belepakolom, az üvegre nincsen szükségem. Lyuk a kettő, az öt vizet lehet, hogy ki fogom majd dobni. Complete. És shotgun MS szája. Amit találtunk, ebbe biztos, hogy nincsen az, ami nekem kell. És ugye, hogy igazam van? Mert az a probléma, hogy nem tudom magamat kiválni ebből a helyiségből. Tehát... az az alternatíva, hogy itt hátul vagy kijövök, vagy pedig szépen felmegyek és akkor úgy körbe. Megettem azt a borsót is, és már is éhes van. Amint kimegyek, valószínűleg egy mega crush-t fogok betolni az arcba, hogy még nagyobb területet derítsek fel. És ezt a 300-as is le kell szednünk. Úgy látom, hogy egy ilyen katonai terület van, ahol autók vannak, de úgy... ó, tüskésegetre! Jó. Köszönöm szépen, ez nem kell. Eszközök, modify. Ja, ebből már van? Oké, nem mondtam semmit. Akkor... azt mondja, hogy ez lesz az. Modify, és jöhet idebe. Szuper! Tovább nőtt a block damage-ünk. Ezt pedig hamarosan le fogom bontani. 3 egész másodpercet kell várnom. És erre pedig most nincsen szükségem. Oké. Mega crush. Azt mondja, hogy ott van egy családi ház. És most van egy kis időnk. Több családi ház is. Hova jöttünk? Jó helyre. Oké. Ott megnézem a garást. Ott van egy másik is. Talán szerencsénk lesz. Nyitott a garázs. És semmi. Érintetlen ez a terület. A padlásra lehet felmenni. Egy motor. Az jó pénz. Hello, srácok! Viszlát, hölgyem. Ohohoho! Oké, úgy látom, hogy kicsit többen vannak. Mint a hányan kellene lenniük. Egy weapon bag, na. 4-es Blender Buster, mondjuk azt, hogy örülök neki. Mondjuk azt. Meg egy kis lőszer. Oké. Hol tudok tovább menni? Ott van egy táska. Kalapács, gyerünk. Természetesen nem. Lehet, hogy mégsem vagyok olyan szinten most a játékban, hogy ez nagyon-nagyon működőképes legyen. Hogy csak így találjak egy kalapácsot. Ó, szuper. Még jobban le vagyok terhelve, de ez meg pénz. És holnap akár ezt hasznosítani is tudom. Kabinet. Office. Jó, itt van még egy családi ház. Ezekre majd vissza kell térnem, és ki kell pucolnom. Mindenféleképpen. És itt a pincébe... talán. Ó, igen. Nem. És nem. Oké, kettesen már van, úgyhogy ezt lebontom a vasért. Oké. You can craft steel clubs. Erről van szó.
Az a cél. Lent van a main loot. Én ezt meg fogom most kockáztatni, srácok, lányok. Meg a crashnak elmúlt a hatása. Hello! Jó reggelt! Igen, itt lesznek egy páram. De a main lootot mindenféleképpen meg akarom itt csörgetni. Hát a szerencsém lesz, és találok valami olyat, ami sorsfordító lesz. És csak néhány ilyen nyugdíjas zombit kell agyon vernem. Három. Nem életileg vannak még, vannak bizony. Na. Oké, ott fel tudok menni az épületbe. Alkohol. Nem, köszönjük szépen. Ötös csontkés, oké, azt elfogadom. Azt mondja, hogy igen. Ez nem kell. Négyes. Nem. Oké. Main loot. Jó. Ez nem kell. Ez pénz. És lássuk a kettő shotgun messzáját, hogy itt mit kapunk. Hogyha modifikációt szerzünk, az azért is nagyon-nagyon jó. Az igen! Azért is nagyon-nagyon jó, srácok, lányok. 3-as 135-ért el tudjuk adni, és tele is vagyunk. És még több cement. Hogyha modifikációt találunk, az azért is nagyon-nagyon jó. Így 80-adjára elkezdve a mondatot, mert tárgyakba belerakhatjuk, és a kereskedő még drágábban veszi meg. Tehát, hogyha olyan modokat szedünk össze, amire egyébként úgy fizikailag nincsen szükségünk, azt is tudjuk hasznosítani, és abból is előnyünk származhat, hogyha úgy hozza a helyzet. Valamilyen random táska? Az szerintem nem táska. Nem, az ott cement. Jó, azt ott nem szedem ki. Azzal nem fogom húzni az időt. És 16 óra van. 2 órán van még. 2 órán van, hogy egy kis fát szedjek össze. És visszaérjek. Fejlesztettem még a küzdőteret, de valószínűleg nem a mostani epizódban, hanem majd csak a következőben lesz befejezve, amennyiben szerencsém lesz a holnappal. Itt a kereskedőn fog múlni nagyon-nagyon sok minden szerintem. Aha, remek. Imádom az ilyet. Oké, okay, ki is jöttünk. Itt még a földszinten körülnézhetünk, hogy hát ha van valami könnyű. Oh! Mekkora csapás volt! De hatékony volt. Igen, itt könyvekbe reménykedtem. Lássuk esetleg még egy mega crash. Nem. Annyira nem megy ez egyszerűen. Valamennyi vasat összeszedtünk, de oké, okay, ez jó. Ez nem kell. Ez viszont igen. Valamennyi vasat összeszedtünk, de ez egyáltalán nem sok. Lássuk, mi az, amitől megszabaduljunk. Papír az mondjuk nem kell, műanyag sem kell. Nitrát az jó lenne, hogyha megmaradna. Van 3 darab helyem, és itt a kérdés, hogy szét tudom-e szedni ezt a workbench-et. Ugyanis ebből megint kapok vasat. És megint kapok vastömböt. És ez egy nagyon-nagyon jó alapanyag szerző lehetőség. És ugye szeretném még vasat, lehet, hogy majd autókat fogok szélszedni. Talán az is segít nekem valamit. Papír. Köszönöm. Óvoda. Ott azt hiszem már voltam. Katedrális. Azt még most nem fogjuk megcsörgetni. 16 óra 41 van. Ez a kettő családi ház nem hozott nekünk szerencsét. Lássuk, hogy hova menjünk. Ebbe az irányba kellene elnéznünk, és maximum itt lejönni, és itt keresztül vágni. Eléggé lassúak leszünk, és valamennyi vizet megihatunk. De most nyomulunk előre, és reménykedünk a legjobba.
Vissza is értünk, hölgyeim és uraim, nagyon jó. Plusz egy gombánk lett. Azt vizsgáltam, hogy itt a környéken található esetleg valami használható dolog, mondjuk vas, amit ki tudnék bányászni, de úgy konkrétan nem találtam. Skullcrusher-es kell, a jailbreaker-t azt kipakoljuk ide, és a sugar butts-ot is kipakoljuk, valamint ez is eladásra vár, és a motornak is az lesz a sorsa. Mát, nem volt olyan rossz ez a mostani kör, de abszolút nem azt kaptam, amit úgy szerettem volna. Valahol van még, azt hiszem, agyag, igen, ennek a felét itt bepakoljuk még, mert az eléggé fogyóban van. És még vagy 480 vasat be akarok olvasztani, és elég sok fát sikerült összednünk. Füstöljük meg itt a rendszert. És mondjuk a balta meg a plusz víz, az egyáltalán nem tudom, hogy miért volt így nálam. Tojást azt nem ide pakoljuk ki. Ide már... Így van, ide már kijött az, aminek ki kellett. Oké, lássuk a következő ládát. Nagyon jó, és az utolsó. Oké, na akkor ezeknek kell most hely. A kettő Blunderbuster-t, azt én szeretném majd adni. Majd vascső kell ahhoz, hogy megjavítsam őket. És ezt mindenféleképpen pakolom. Ez nem az eladásra, ez a modifikáció. Következő részben mindenféleképpen szeretném rendbe rakni itt a dolgokat. A páncél, az megy még ide. Eladásra. És javítócsomag. Megesszük ezt a pasztát. Kirakjuk ide a pénzt. Ezt leszedjük. Ez jöhet ide. És ide pedig így a komponenseket. Oké, 20 óra 24. Több alternatíva is van. Az egyik az, hogy fejezzem be itt az alapját. De csak annyit fogok csinálni, hogy itt a felsőket megerősítem. Szintán azért, hogy tartsanak valamennyit. Ugyanis másfél órán van a hordának az érkezéséig. Úgyhogy inkább csak itt a felső zónát fogom rendbe rakni. Megvan a jó tevünk! Lehet, hogy ő suttogott végig a fülünkbe. Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdődne ez a ma esti horda. 4 ponton van, amit el tudok osztani, és a következő szint a Tyrannosaurusból már a 7-es Strange-et igényli, a Pummel Pete-ből pedig már pakolható, úgyhogy a Big Leagues, ezt ki is fogom pakolni. Most már 4-es szintű klábokat és acélklábot is tudunk készíteni, ez már csak alapanyag kell. És egy pontot adok a Minor 69-nak, amennyiben kell. A Motherload is kap plusz egy pontot, és a Strange-re pedig a 2 pontot kellene raknom, tehát azzal még egy kicsit várunk. Betolunk az arcunkba valamilyen folyadékot. Szerintem... Valahova kipakoltam. Így van, Yuka Juice lesz. És kezdődhet a ma esti buli.
hiszem, hölgyeim és uraim, hogy a mai horda az úgy ennyi volt. És köszönhetően annak, hogy itt a skill pontokat kiosztottam a Strange-re, illetve a Sexual Tyrannosaur-ra, ami azt mondja a harmadik szinten, hogy Killing Blows grants 20 stamina. Tehát, hogyha együttésből elpusztítom a zombit, akkor kapok staminát, és most már nagy ütésekkel sorozhatom őket. Ez volt az egyik legfontosabb pont, hogy elérjünk erre a helyre. A következő szint az már 30 staminát biztosít. Ez akkor kell, hogyha már keményebb eszközt, jobb fegyvert fogok használni, ami nagyobb stamina igényű, de nagyobb sebzése is van. Ami szerintem az elkövetkezendő 3 vagy 4 rész alatt elő is fog jönni. A másik dolog pedig a kellemetlenség, hogy egy madárral kellett szembenézzek, úgyhogy tetőt kell építenem a fejem fölé, ami már nagyon-nagyon időszakos, főleg így a 7. napon. És a pontjaimat valahogy el kellene osztani, ami esetleg intelligenciára, talán tinkeringre, mert cement mixerre is szükségem lesz, főleg akkor, hogyha olyan zombik jönnek, akik bontják a falat. Szeretném lebetonozni kompletten az egész rendszert, valamint, hogyha a küzdőtér nem jön be, akkor szeretnék majd egy B-tervet, főleg akkor, hogy a demolisherek előjönnek. Szeretnék egy B-tervet, konkrétan egy ilyen járatokkal tele tűzdelt harci csarnokot akarok építeni. Ez lesz így a hosszú távú cél, meglátjuk majd, hogy meddig sikerül eljutnunk, mert alkalomról alkalomra egyre nehezebb és nehezebb lesz ez a horda. Most még a könnyű stádiumban vagyunk, de ez nem fog mindig így maradni. Minden esetre a Better Barterre szeretnék egy pontot rakni. Salesmanre talán még egyet, hogy akár 10%-kal is jobban, kedvezményesebben tudjuk vásárolni. Ezt a kettő pontot nem akarom nagyon elkölteni, mert a The Dairy Adventurer-re is szeretnék majd, hogy ott is több pénzt kapjak majd a küldetésekből. Illetve van még néhány dolog, amit szeretnék. Azt hiszem, hogy M60-as tudunk csinálni. Tehát egy Machine Gunner-t kipakolhatunk, de nem valószínű, hogy kelleni fog. A játéknak így az első 20 epizódjába. Lássuk, hogy mi a loot. Kaptunk még egy 5-ös kalapácsot, ami egyébként nem sokat ér. Ezt elrakhatjuk. Lőszer az mindig jól jön. Egy kis magnum és shotgun. Idekint pedig mindössze 2-t kaptunk. Ami Hunting Rifle Schematic, oké, okay, használjuk, egy kis víz, egy kis vas, az jó. És 4 darabba, és egy Gothic Boots-a. És itt van az utolsó. Víz. Kiszúrta a szemem a játék ezzel a loot-tal. Ami elég nagy szemtelenség. Oké, okay, itt rossz helyre raktam. Először a tetőt gyorsan megcsinálom, srácok, lányok. Ide. 1, 2, 3 és 4. És említettem, hogy a mai rész lesz az utolsó, ami duplázással jár. Mert hogyha építkezéssel töltöm így a maradék időt, így a reggelt, akkor nem igazán lesz úgy konkrétan semmi másra kapacitásom. Tehát azért nem szeretném így tovább vinni ilyen téren. Úgyhogy srácok, lányok, a tető felépítését, illetve a küzdőtérnek egy következő szinti kialakítását már csak a következő rész elején fogjátok meglátni. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk! Szevasztok!